Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az uniós tagállamok a következő négy évben összesen 50 milliárd euró segít nyújtsanak Ukrajnának vissza nem térítendő támogatás és hitel formájában az ország újjáépítése céljából, jelentette ki Ursula von der Leyen a brüsszeli testület elnöke kedden. Az elnök szerint a több éves pénzügyi költségvetési keretből elkülönített tartalék lehetővé teszi az EU számára, hogy az Ukrajnának szánt támogatásokat a háborús fejlemények szerint számítsák ki. A tartalék létrehozása anyagi biztonságot jelent majd ukrajnai partnereinknek, a bizottság számára pedig lehetővé teszi, hogy pénzügyi támogatásunkat valóban a helyszínen kialakult helyzetnek megfelelően számítsuk ki. Mindannyian tudjuk, hogy egy háború a lehető legnagyobb rugalmasságot követeli meg tőrünk, fogalmazott von der Leyen. Ukrajna újjáépítésében az egyik legközelebbi cél a kis és középvállalkozások támogatása, jelentette ki az ENSZ fejlesztési programjának vezetője kedden. Achim Steiner nem nevezte meg pontosan, mekkora összegre volna szükség a harcok sújtotta ország újjáépítéséhez, de, mint fogalmazott, az összeg nagyságrendje lélegzett elállító és csak tovább fog nőni. Szerinte az iskolák felújítása az elsődleges feladatok közé kell, hogy tartozzon, mivel ezzel lehetővé tennék, hogy diákok tízezreit érhessenek vissza az osztálytermekbe. A fejlesztési program jelentése a második ukrajnai újjáépítési konferencia előtt egy nappal íródott. A Londonban szervezett eseményen mintegy ezren vesznek részt, köztük 61 államvezetője, üzleti vezetők és globális befektetők is. Ukrajnai becslések szerint jelenleg körülbelül 750 milliárd dollárra volnak szüksége az országnak ahhoz, hogy talpra tudjon állni. Másfél millió épület és lakóház, valamint több ezer iskola és kórház rongálódott meg a háborúban. Az infrastruktúra újjáépítésének egyik legfőbb akadályát a taposóaknák és a fel nem robbant egyéb eszközök jelentik, amelyekből eddig 550 ezret hatástalanítottak. További gazdasági reformokra ösztönözte Ukrajnát az amerikai külügyminiszter, amikor Londonban találkozott az ukrán külügyminiszterrel a kedden megrendezett nemzetközi adományozói konferencián. Anthony Brinken a kétoldalú találkozóról kiadott közlemény szerint Dimitro Kuleba ukrán külügyminiszternek elmondta, hogy az Egyesült Államok mindent megtesz az ukrajnai gazdaság talpraállítása érdekében. Az amerikai külügyminiszter a találkozó előtt tett nyilatkozatban kifejtette véleményét, mi szerint fontos, hogy Ukrajna ne csak a harctéren kerüljön ki győztesen az orosz agresszióból, hanem Európába integrált gazdaságot alakítson ki, megerősítve demokráciáját, hogy vonzó helyé váljon a befektetők számára. Dmitro Kuleba elmondta, hogy ugyan a londoni adományozói konferencia ukrajna újjáépítéséről szól, de a jelenleg zajló ukrán ellentámadás sikeréhez országának további fegyverszállítmányokra van szüksége. Körülbelül 60-70 milliárd dollárra lesz szükség a légitámadások és áradások által megrongálódott lakások helyreállításához Herszon megyében, írta az Ukrinform. Iván Perehinec, az építészeti akadémia tudományos és műszaki központjának igazgatója megjegyezte, hogy Ukrajna csak nem 1000 milliárd dollár nemzetközi segélyre számít a háború utáni újjáépítés megkezdéséhez. Véleménye szerint ez elegendő lesz a megrongálódott ingatlanok újjáépítésére. Problémát jelenthet azonban a képzett és tapasztalt szakemberek hiánya. Az építkezések megkezdéséhez megközelítőleg másfél millió ember szükséges. A megrongálódott épületek helyreállítása legalább 5-10 évig is eltarthat, jegyezte meg a szakember. Perehinec szerint nyilvántartást kell készíteni a szakmunkásokról, és ösztönözni kell az embereket az újjáépítésben való részvételre. Ez többek között hozzájárul ahhoz is, hogy a külföldön tartózkodó ukrán állampolgárok hazatérjenek. Kijev tárgyalásokat folytat német, olasz, francia és bizonyos kelet-európai cégekkel az ukrajnai fegyvergyártás beindításáról, írta a Reuters. A kérdésről a következő hónapokban sikerülhet megállapodni, mondta el Serhiy Bojev a stratégiai fontosságú iparágok fejlesztéséért felelős miniszterhelyettes. Mint fogalmazott, Ukrajnát az Egyesült Államok és Nagy-Britannia is támogatja katonai felszerelésekkel, viszont a cél az, hogy Ukrajna maga is képes legyen fegyvereket gyártani. Ennek érdekében tárgyalások folynak német, olasz, francia és kelet-európai vállalatokkal. Biztosak vagyunk benne, hogy a következő hónapokban aláírják a szerződéseinket. Különböző szintű együttműködésekről tárgyalunk, néhány cég készen áll drónok gyártására is. A háború jövőbeli elrettentéséhez erőteljes hadiparra lesz szüksége Ukrajnának, mondta Szerhi Bojev miniszter helyettes. ivanov frankivsk megyében a hat kiegészítő parancsnok engedélye nélkül a jövőben tilos a 18 és 59 év közötti férfiak tervezett kórházi kezelése, jelentette be kedden Ljubomir a Kolomiai Járási Katonai Adminisztráció vezetője Facebook oldalán. A járási katonai vezető közölte, hogy az Ivano-Frankivszk megyei Védelmi Tanács döntése értelmében a helyi tisztviselőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a megye minden katonai szolgálatra alkalmas lakosát a területi toborzási és szociális támogatási központba küldjék. Az Ivano-Frankivsk megyei egészségügyi főosztályt utasították, hogy készítse elő és tájékoztassa a régió egészségügyi intézményeit a rendeletről, amely szerint a hat köteles betegek tervezett kórházi kezelése ideiglenesen fel van függesztve a területi toborzási és szociális támogatási központtal való egyeztetés nélkül. Az egészségügyi intézmények egyúttal kötelesek tájékoztatni a területi toborzó irodákat a hat kötelesek nem tervezett kórházi kezeléséről, tájékoztatott Lubomir Luskov. A nem mindennapi döntés a lakosság nem tetszését váltotta ki a régióban.